Az infrastruktúránkat 2013-ban adták át, az edzőkomplexum tartalmaz 8 nagyméretű élőfüves pályát, 1 nagyméretű műfüves pályát, 5 kisebb méretű technikai pályát, ami szintén műfüves, illetve együtt a régióban egyedülálló fedett műfüves csarnokkal is rendelkezünk, ami 70x60 méteres, tehát valamivel nagyobb, mint egy félpálya, ez a téli időszakban nagyon nagy segítségünkre van. A humán erőforrásunkat tekintve már az előbb említett változások a finanszírozásban, illetve a szervezeti keretekben nagy lendületet adott számunkra. Immár több mint 100 munkavállalóval rendelkezünk. Ezek közül természetesen nem mindenki főállású, de hogyha azt akarjuk megvizsgálni, hogy hány felnőtt foglalkozik, hány edző vagy specialista foglalkozik a gyerekekkel, az már több mint 60, ők azok, akik közvetlenül kapcsolódnak a felkészítéshez. A gyerekek létszáma körülbelül 200-210-re rúg, ugye ez folyamatosan változik, hiszen a legfiatalabbakat az év során, ahogy érkeznek hozzánk, úgy integráljuk a rendszerbe. Most jelen pillanatban egy ugye preakadémiai rendszer kialakítása zajlik nálunk. Hozzánk bekerülni nem feltétlenül csak önszántából tud valaki, tehát a legkisebb korosztályokban, ugye amikor az óvodai focit elkezdjük, illetve a kis iskolás korban történő kiválasztásnál, még van lehetőség mindenkinek megpróbálni a bekerülést az akadémiára, de ahogy idősödünk, ugye a játékos megfigyelő hálózatunkon keresztül lehet csak már az akadémia játékosává válni. Azt szoktuk mondani, hogy nem várjuk azt, hogy ide kerül valaki, és így, mert teljesen megváltozott társas környezetben, így lehozza nekünk a csillagokat az égről, szóval, hogy ilyen nincs. 3-6 hónap, de van, amikor valakinél egy év, mire tényleg megérkezik, és tényleg elkezd újra igazán jól teljesíteni a potenciáljának megfelelően. Ebben tudjuk őt segíteni azzal, hogy segítjük a beilleszkedését a csapatba, a fizikális részeket tudjuk segíteni, a társas beilleszkedést tudjuk segíteni azt, hogy mentálisan ő meg tudjon felelni ezeknek a kihívásoknak. Azért tartjuk fontosnak, hogy a legkisebbeket már az óvodás korban megszólítsuk, hogy a gyerekeknek kielégítsük a mozgás igényét, valamint a mozgás kultúráját próbáljuk egy kicsit alakítani. Nagyon fontos, hogy megismerkedjenek a DVSC komplexumának a környezetével, és megbízzanak az itteni edzőkben.